A Szerencs Városi Sport Egyesület labdrogó csapata a Borsoda Zemplé megyei másodosztály keleti csoport 19. fordulójában március 21-én kenézlő gárdáját fogadta hazai pályán. A Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen megrendezett találkozón a szerencsi fiúk erősen kezdtek, hiszen Szívós Márk a 9. percben betalált az ellenfél hálójába. Az első játékrész végén egy nullás vezetéssel vonultak a hazai játékosok az öltözőbe. A második félidő 52. percében Nagy László szerzett a hazai csapatnak találatot. A találkozó végén a 88. percben szűcsmát Máté lőtt gólt. Szerencs Városi Sportegyesület kenézlő labdarúgó mérkőzésen 3-0-ás szerencsi győzelem született.